Sziasztok! Újra itt vagyunk a fogorvosnál. Na de mielőtt bemennék, szerettem volna még beköszönni nektek. Múltkor elmondtuk, hogy a fogorvos egy antibiotikumot írt fel, mivel annyira be volt gyulladva az egész állkapcsom. Úgyhogy az volt az első, hogy amint kijöttünk az orvostól, Zoli elment és kiváltotta ezt a dalacin nevű antibiotikumot. Ugye ezt négyszer egyet kellett ebből szedni. Ugye azonnal bevettem az első szemet. Ugye ami nagyon-nagyon fontos az antibiotikumoknál, hogy igenis hogy be kell tartani az időt. Tehát ha négyszer kell venni naponta, akkor hat óránként, és teljesen mindet, hogy hajnal van, éjjel van, igenis be kell venni hat óránként ezt az antibiotikumot, mert csak így fejti ki a hatását. Amit még szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani nektek, hogy ugye akkor azt mondta az orvos, hogy hát gondolta, hogy ez lesz belőle. Öh. Na erre azért reakcióm annyi, hogyha gondolta akkor, és felírta volna az elején, akkor nagyon sok fájdalomtól és rengeteg fájdalomcsillapító beszedésétől megkímélt volna, de hát ez sajnos nem így történt, úgyhogy én viszont beszedtem ezeket az antibiotikumokat, úgyhogy most újból visszajöttünk a fogorvoshoz, be fogok menni, ránéz a sebre, hogy milyen állapotban van, és hogyha úgy gyógyul, ahogy ő is várja, akkor lehet, hogy a mai nap már leveszik a mintát, illetve a nyomatot a felső fogsoromról. Úgyhogy szorítsatok, és utána majd jel jelentkezem, hogy hogy sikerült ez a mai konzultáció a fogorvosnál. Sziasztok! Finoman csuktam be az ajtót, igen. Nos, ma is fontos videóval készültem nektek. Hajnalka az imént beszélt veletek, most én jövök. Ti is tudjátok, hogy minden egyes embernek megvan a saját maga stílusa, mindenki önmagában egy egyéniség, ahogyan én is az volnék. Én, én vagyok, egész egyszerűen lefordítva. De most igyekszem a poént, a viccelődést egy kicsit félretenni, mert egyébként önmagában, ha valakinek nem esett volna le, én egy határozott jellem vagyok, általában mindig nagyon komoly vagyok, komolyan szoktam viselkedni. Nyilván megbeszéltük azt is már valamelyik videóban, hogy ez a csatorna részben az én játszóterem, egyfajta színház, ez az én színpadom, és elengedhetem magamat, önmagamat adhatom, de most csak is a komoly oldalamat fogom mutatni, ugyanis fontos dologról szeretnék veletek beszélgetni, szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit, Száz Zoltán volnék. Amíg hajnalka bent a fogorvosnál szenved, addig szeretném nektek megemlíteni, hogy az elmúlt héten megjelentünk Kaposváron, ahol sajnos több incidens is fogadott minket az alapítványjal kapcsolatban. Igen, most egy picikét NILA alapítványról fogunk beszélgetni. Az, hogy amikor a videóban, maga a csatornán nem hallotok konkrétan NILA alapítványról, mondjuk 1, 2, 3, 4 hétig, az nem jelenti azt, hogy nem foglalkoznánk vele. De hogy nem? Ahogy már megemlítettük, a nap 24 órájában foglalkozunk NILA alapítványjal is a saját életünk mellett. Nos, mint már megemlítettem, Kaposváron voltunk egy adománygyűjtésem, ami általában úgy zajlik, hogy komoly papírozás, komoly szerződéskötést von maga után, csak úgy önmagában én nem jelenhetek meg. Sem magánszemélyként, sem pedig NIL alapítvány által egy áruházban, hogyha nincsenek engedélyek kikérve. Központi áruházi engedély kell, tehát az keresztül megy egy csomó vezetőn, eljuttatják a megfelelő vezetőséghez, akik azt elbírálják, megbeszéljük azt, hogy konkrétan hogyan jelenthetünk meg, mi az, amit megcsinálhatunk, mi az, amit véghez vihetünk. Bocsánat a vágásokért, nyilván egy videóban szükség van ehhez, az emberek jönnek, mennek, hogyha valakinek az arca úgy látszik, nem akarok azzal bíbelődni, hogy mindent elhomályosítsak, egyébként is általában, tehát szerencsére olyan a kamera, hogy a hátteret valamilyen módon homályosítja, de itt közben jönnek, mennek, jobbról-balról parkolnak az autók, és a többi olyankor meg szoktam állítani a felvételt. Nos, ott tartottam, hogy komoly szerződéskötés von maga után az, hogy én nil alapítványjal megjelenjek egy áruházba. Ehhez engedélyekre van szükség, hiszen nem mehetek be csak úgy egy boltba, egy bevásárló központba, hogy nincsenek meg a megfelelő engedélyek, nincsenek megkötve a megfelelő szerződések. Nyilván az áruház kiköti azt, hogy mit, hogyan csinálhatsz, mi is elmondjuk azt, hogy mit, hogyan szeretnénk csinálni. Ezt rögzítjük egy szerződésbe, mindenki aláírja, örülünk neki, és akkor utcú neki mehet az adománygyűjtés. Tehát ez nem úgy működik, mint az áruházak bejáratánál. Dekkoló vagy a parkolóban rohangáló, mászkáló, tesó, mint például kőparfüm és hasonlók. Ezt most ne is keverjük ide, ti is tudjátok, hogy mi hogyan működik szabályosan. Tehát ott vagyunk az áruházban. Több incidensünk is történt a Kaposvári, egyik nagyobb bevásárló központnál, mégpedig rengetegféle típusú ember van, tehát ezt már megtapasztaltuk mi hajnalkával. Mondjuk azt, hogy különböző kategóriákba tudjuk sorolni az embereket, akikkel találkozunk egy adománygyűjtési akció keretein belül megvannak a tipikus beszólások, viszont azt hittük hajnalkával, hogy már mindegyiket kitapasztaltuk, mindegyiket megismertük, mindegyik fajta utálatot, gyűlöletet, szemrehányást, megvetést megkaptuk, de nem, tehát nincs új a nap alatt egyébként, de mégis megleptek minket az emberek. Azért egyet-kettőt szeretnék megemlíteni. Például megszólítod napszaknak megfelelően az urat, hölgyet, Erről is már sokat beszélgettünk, jó napot kívánok, kedves uram, kedves hölgyem. Mi adagonatos gyermekekért alapítványtól vagyunk itt. Elmondjuk, hogy tartós élelmiszer gyűjtünk, különböző valót, esetleg ha valaki gondolja, akkor különböző higiéniás eszközöket, mint például fertőtlenítőszert, mosószert, öblítőt, ki hogyan gondolja, ki mi az, amit meg tud magának engedni, ha egyébként szeretni támogatni az alapítványt, hogy ő mit hogyan szeretne vásárolni, akár egy darab ropit, egy kiló lisztet, vagy valamilyen ablaktisztítót például, vagy esetleg ott van kihelyezve, ugye, Nila Alapítvány urnája, akkor abba a pénzbeli adományt is tud belehelyezni. Nos, elénk áll például egy kedves uraság, természetesen ugyanúgy elmondtuk neki is, viszont nyilván, amikor sokan meghallják azt, hogy alapítvány, már összehúzzák a szemöldöküket, és mindenféle bajuk van és akkor képesek belédálni, szó szerint belelépnek az aurádba. Tehát nagyon közel állnak hozzád, érzed a lehelletét, ami egyébként nem egy szimpatikus dolog, azt kell, hogy mondjam. Ott azért nyilván a te komfortzónád elveszik. Ugye? Maga a biztonsági érzeted egy picikét átalakul, nagyon kényelmetlen a szituáció. Nem megy tovább az uraság vagy a hölgyike, nem megy tovább, amúgy sem szeretné támogatni az alapítvány, de ő kőkeményen beléd áll, és nagy pofával ecsetelő, hogy gyűjtsé nekem is. Na most, kedves uram, kedves hölgyem, gyűjtsek önnek? Ismétlem, Nila a daganatos gyermekekért alapítvány. Ott van egy kurva nagy kétméteres plakát. Ki van írva, hogy daganatos gyermekekért alapítvány? Ismétlem, gyermekekért alapítvány, ön felnőtt. Sajnos mindenkin mi sem tudunk segíteni, bárcsak úgy lenne. De ha nem volna az elég, hogy gyermekekért alapítvány, akkor daganatos gyermekekért alapítvány. Az azt jelenti, hogy sajnos a gyermek beteg. Tehát valamilyen tumora van, rosszindulatú, rák megbetegedése. Könyörgöm! Gyűjtsek neked, Oda állsz az ekkora lóbaszó telefonnal, nyomkodod, valószínűleg mobil interneted is van. Nem csak otthoni interneted van, nem csak otthoni szolgáltatásod, otthoni wifi-t, hanem valószínűleg van mobil interneted is. Van egy ekkora telefonod, valószínűleg autóval jöttél, amit megtankoltál, jó esetben fizeted az autóval járó mindenféle számlát. Súlyadó, biztosítás, meg is van tankolva, elvileg talán még szervizeled is. De akármilyen hanyag ember is vagy, ott van a telefonod, van rajta valamilyen telefonszolgáltatás, van egy autó és mész a boltba bevásárolni. Tehát ergo ez azt jelenti, hogy hogyan gyűjtsek neked. Egyrészt nem vagy olyan csóró, mivel be tudsz menni a boltba, és meg tudod magadnak vásárolni az élelmiszert. Tehát meg tudod venni a kis kenyeredet, a pepsi -kóládat, és hasonlók, süteményedet, anyám kinya nem is érdekel. Tehát nem tudok neked gyűjteni. És kanyarodjunk vissza oda. Gyermekekért felnőttek. Valamint daganatok. Tos, ott áll egy meglett ember, egy meglett nő előttem, és belemondja a pofámba undorító, guztustalan módon, hogy gyűjtsek neki is, mert neki is kell a pénz, miközben vélhetően, én úgy gondolom, talán egészséges. Jön, megy, jár, kell, telefont nyomkod. Nem az árokból beesett emberekről beszélek. És feltehetően, Nincs rák megbetegedése. Értitek, miről beszélek? Nem tudjuk már ezeket a dolgokat hova tenni. Elmondtam 120 ezer nektek azt is, kedves nézők, ha Nila nem adta volna ezt a kezünkbe ezt a feladatot, nem is csinálnám. Őszintén szólva, akármennyire is durvá hangzik, nekem ilyen eszembe se jutott. Ezt Nila találta ki. A hideg kiráz, basszus! egyszerűen az én fejembe nem jutottam el odáig, hogy basszus, kéne egy alapítványt létrehozni. Kőkemény munka, a nap 24 órájával ezzel fogsz foglalkozni, az életed mellett, a más elfoglaltságaid mellett, ezzel fogsz foglalkozni, mert ez egy kőkemény felelősség, teljes munka. A pénzekről meg most ne is beszéljünk, ezt is tudjátok, hogyan működik. Nem milliárdos alapítványok vagyunk. Sajnos én sem vagyok milliómos. Egyszerűen Nila odajött hozzám, hogy apu, hogyan tudnék segíteni a beteg társaimon. Talán létrehozhatnánk egy alapítványt. Hogyan működik? Mi ezt meg tudjuk csinálni. Addig eszembe se jutott nekem, mint egyszerű embernek, apának, hogy basszus, létrehozok egy alapítványt. Amikor teljesen bele voltam abba temetkezve, hogy Nilának meg kell gyógyulnia. Meg is beszéltük ezt Nilával. Első feladatunk, túl legyünk ezen az egész betegségen, gyógyulj meg, legyél százszázalékos kis tested, kis lelked, és akkor utána visszatérhetünk rá. Sajnos nem került erre sor. Majd, hogy igazándiból ne kössük fel magunkat hajnival egy fára, átrágtuk ezt az egészet, hogy akkor vágjunk bele. És akkor csináljuk. Segítsünk, ahogy a Nila akarta volna őszintén segíteni, őszintén jó szívből, mindent kőkeményen beletenni. Azt is megmondtuk, amíg ki nem kerülünk az utcára, persze soha ne is legyen ilyen. Addig nyilván tudjuk csinálni. Szóval, amikor eléd áll valaki, és undorító módon, degragálóan beszél hozzád, lenéz, Megvet. Ő csádok, mert alapítvány, szemecsuláználok, meg leköpnélek, meg beleverném a fejedet a falba, meg hasonló dolgokat képesek az emberek oda pofázni nekünk valami hihetetlen. Meglett, ember odaáll eléd, gyűjtsé nekünk is. Elmondtam, erről a véleményemet. Ami viszont kiverte a biztosítékot, azon a szombati napon, és őszintén szólva, eljutott a modáig, hogy azt mondtam egy meglett, 50-es, 60-as férfinak, őszfejű volt, lehet, hogy nyugdíjas is volt, nem tudom, egész egyszerűen már kicsúszott a számod, mert amit ő művelt, ahogyan kiabáltott velünk, egész egyszerűen megmondtam, húz innen, húz a francba. És nem akarta megérteni. De ez úgy kellett eljutnom, mert egyébként alapjában véve, ha hiszitek, hanem én egy rohadt türelmes ember vagyok. Nagyon sok mindennek kell ahhoz összejönnie, hogy kiengedjem a számon azt, amit éppen gondolok. Én tudok nagyon csúnyán is beszélni. Mint már megbeszéltük, a YouTube csatorna az én kis színpadom. Itt azért belevihetünk némi színháziasságot is de alapjában véve egy nagyon is konszolidált, pasas vagyok. És ha iszitek, hanem Igazándiból szégyenlős is. Tudom, ez most így furcsá jön le. Viszont maga nilának a csatornájának köszönhetően kezdhetek valamilyen módon feloldódni. Értitek, mit mondok? Sokkal könnyebben tudok elmenni a közösségbe is. Tudom, ez most lehet, hogy nagyon furcsán hangzik nektek, de én tényleg ilyen vagyok, egy szégyellős pasas. Annak ellenére, hogy már ezer éve edzek is, le is húzhatnám a pólomat, trikóbait feszengedhetnék, meg csinálhatnék nektek gyúros videókat is, de nem megy. Mert ez szégyellős pasas vagyok, pedig kidobhatnám ide a mellizmaimat is, vagy valami. De mégsem teszem ezt meg. Az életemben még nem voltam trikóban az utcán. Most is csak azért vagyok pólóba, mert itt vagyok a főtmeleg autóba. És nagyon melegen van. Szóval, visszakanyarodva az idős úrra, a kaposvári áruházban történt incidenssel kapcsolatban, eljutottam odáig, hogy kénytelen voltam. Én nem mondom azt, hogy kiabáltam, viszont én tudok nagyon erőteljesen is beszélni. Tehát akkor azért picikét megváltozik a hangom, de még mindig nem kiabálok. De nagyon keményen ki tudok állni a magam igazamért. Egyszerűen belemondtam az úrnak a kis fejecskébe, hogy húz. Innen, igen, letegezve. Egyébként tényleg a tegezés magázása visszatérve, ti is tudjátok, hogy a csatorna elején, akik ugye folyamatosan követnek bennünket már az elejétől kezdve, én mindig magázódtam. Sokatokkal találkoztunk már élőben is, és ott is folyamatosan mindig a magázódást használom, és mindig hajni oldalba bök, hogy Zoli, tudod, tegeződünk, megbeszéltünk, Youtube csatorna, Facebook oldal, közvetlenebbek vagyunk, nyugodtan tegeződhetünk. Igaza van is hajnalkának, szóval ráálltam arra, hogy próbálok tegeződni, de nyilván, ha elmegyünk egy adománygyűjtésre, akkor ott csak is magázódunk. Elnézést kérek, látom, hogy a szemüvegbe visszaverődik a fény, nem tudom, hogy mennyire zavaró ez, nézés szempontjából. Szóval az urat is ugye megszólítottuk, hogy jó napot kívánok, kedves uram, Nila a daganatos gyermekekért alap és már nem tudod kimondani, hogy alapítvány. Nagyon sok embernek ez olyan szintű dürohamot kelt a fejbe, hogy alapítvány, takarodj, nem érdekes, fúj! Egyből be is szólt, hogy takarodj az államhoz. Annyira ecsetelt ezt az állam dolgot, hogy én csak annyit reagáltam, hogy kedves uram, az állam már segített. Kigyinom, ma már nem tudtam mit mondani. Elment és visszajött. Kiabál. Takarodjunk a Gyurcsányhoz. Takarodjunk az Orbánhoz. Figyeljetek, mocskos, gusztustalan kommunisták vagyunk. Nem tudtam, hogy erre kínomban nevessek, vagy sírjak-e. Ezt komolyan mondom. Kommunista én, rendszerváltás utáni gyermek vagyok, jelentsen ez bármit is, bár a mai nap lehet, hogy ugyanúgy kommunista rendszer van. Én már a gimnáziumi padban a kommunistai rendről, ideológiáról, tanultam, mint történelemi, történelmi tananyag. Értitek? Tehát igazándiból én azt se tudom, mi az a kommunista rend, mivel nem abban éltem, bár ismétlem, a mai napig lehet, hogy azon, elnézést kérek, Zoltán fejez be, nekem mondja, hogy kommunista. Majd kiabál a hajnira, és rám közben az emberek jönnek, mennek, sőt, sokan meg is állnak ilyenkor, mert egyébként az emberek meg úgy vannak vele, hogy a plegykát, amikor történik valamilyen meghökkentő dolog, mint hogyha szeretnék vonzaná őket, tehát vonza őket, mint a mágnes. Amikor te megszólítod az embereket, hogy nyiladaganatos gyermekekért alapítványtól vagyunk, zzz, zzz, így rajoznak el. Kimondod a mondatokat, folyamatosan mondod Nila Gyermekekért Alapítvány, mert látod, hogy nem érdekli az elsőt, mondod második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodiknak, sorra mennek az emberek, mint, mint, mint sorba egy bum, 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 el akarnak gyors menni, nem érdekli őket. Meghallották, hogy fikázák az alapítványt, mindjárt megállt mindenki. Az bezzeg érdekelte őket. Értedek, mit mondok? Kiabálja az öreg hajnalkának és nekem, szégyeljük magunkat, hány inger az, hogy mi itt állunk és ezt csináljuk. Olyan érzések gyűlöttek fel bennem, szó szerint ott tartottam én, mint férfi, hogy nem tudtam eldönteni, hogy mit kezdjek ezzel. Olyan szinten szíven ütött ez az egész, hogy ezt mondja ránk, kiabálva, és ez nem is az egy ember, csak úgy mondom. Sokszor megkapjuk maga a megvetést, hogy én, mint alapítvány állok ott, de hogy, hogy szégyeljem magamat, kiabál rám egy meglett ember, azt se tudja, hogy én ki vagyok. Én őt megszólítom teljesen normális kultúrát ember módjára, és ezt kapom vissza, hogy én szégyeljem magamat. Hogy ő neki hány ingere van, meg guztustalan, közben pedig ott van Nílának a fotója, a plakátom, azt se tudja az ember, ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem, miért állok ott, de én szégyeljem magamat, mert neki olyan undort keltek benne, hogy ő mindjárt ott rosszul van, meg összehányja magát, meg legszívesebben a kést a fejembe verni. Te jó ég, hogy mivé lett ez a kurva Magyarország elnézést kérek. Tudom, akinek ne, nem inge, ne vegye magára, úgy ezt ki kell mondani. De legtöbb esetben vagy akkor mondom azt, jó? Mert nehogy azt higgyétek, hogy mindig mi csak a negatívumot mondjuk, nem. Tehát, hogyha valami jó történik, azt is megosztjuk veletek. De hogy nagyon sokszor megvetnek minket az emberek. És fogalmuk sincs arról az egészről, hogy például ki Nila? Mi miért vagyunk ott? Nem tudják. És nem is érdekli őket. És ami miatt ezt elmondtam nektek, még csak most jön a java, Az az, hogy azt merték mondani, hogy inkább a mentőknek adom a támogatást. Nila történetében el fogunk jutni. Most is nagyon felidegesít ez, hogy csak rágondolok, meg nagyon sokszor bennem van nap, mint nap. Nem tudom, hogy hogy fogjuk majd ezt az egészet elmondani nektek. Nila esetében egyetlen egyszer kértünk segítséget a mentőktől. Egyetlen egyszer. És igaz az, amit mondanak. Nem tudom mennyire hozzam fel még ezt a témát. Ezt el kell napolni valamikor, nem tudom mikor jutunk el odáig, mert olyan indulatokat vált ki belőlünk. Egyetlen egyszer kértünk segítséget a mentőktől, és szartak nyilára. És igaz az, megtapasztaltuk azt, amit egyébként sokan mondanak nekünk, ha te rákos vagy, vagy netán ráadásul végstádiumú beteg, ne számíts a mentők segítségére. Nem fognak sietni ki hozzád, ha rosszul vagy. Pedig, kimondja a kurva törvényünk, alapvető alanyi jogotként, még a zsaroló gyilkosnak is meg kell menteni az életét. Ha éppen egy rendőr lelő egy gyilkost, mert éppen lövöldöznek egymásra, akkor is az az első dolga a rendőrnek, hogy mentőt hívjon, mert meg kell menteni az életét, és a mentő egyébként sem döntheti el azt, hogy kinek segít. Alanyi jogodnak megjár az életmentés, a segítségnyújtás. Mentők. Szóval a mentőkről egy olyan kényes témát fogunk majd feszegetni, Én, inkább ezt most hagyjuk, mert, mert, mert azt se fogom tudni elmondani, hogy miért ültem le itt. Annyira durva, amit megcsinált velünk a mentők. Országos mentőszolgálat. Tudomásom szerint az 1950-es évek elején, vagy 1940-es évek végén, 1949 talán nem vagyok biztos a dátumba, kormányrendelet alapján létrehozta a mi kis országunk az OMS. Országos mentőszolgálatot. Az hagyjam! Az hagyjam! Na most, inkább a mentőknek fizetem. Erre mi az én véleményem? Határozott. Kőkemény véleményem van ezzel kapcsolatban. Mindenki azt fog gondolni erről, amit szeretne. Nem akarok senkit befolyásolni az ő kis életébe. Mindenki el fogja dönteni, hogy az adó 1%-át, a támogatását, legyen anyagi tárgyi vagy bármi nemű hova fogja helyezni. Tehát az országos mentőszolgálatról tovább fogunk menni. 2003 azt hiszem 2004, tehát cirka most már 20. születésnapját fogja ünnepelni, vagy már meg is ünnepelte az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Nem tudom, hogy megünnepelte -e már e. Szóval 20 éves az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Mit akar ez? Mi az konkrétan az Országos Mentőszolgálat Alapítvány? Miért mondja azt neked sok cég, sok magánszemély, hogy én inkább a mentőknek adom a támogatásomat, és közben nem látja a fától az erdőt? És erre azt szokták mondani, ugye nekem mondják azt, mint Nila a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, hogy én takarodjak az államhoz. <laughs> Na most, te meg a mentőknek fizeted a támogatásodat? Nem azoknak kéne inkább mondani, hogy takarodj az államhoz? Az Országos Mentőszolgálat, mint állami intézmény. Szolgáltatás elvileg a betegekért, az elesettekért van. Megmentik az életedet, odafigyelnek rád. Na most, viszont maguk a mentő. Dolgozók létrehozták 2003 vagy 2004 évében az Országos Mentőszolgálat alapítványt, nyilván az Országos Mentőszolgálattal együtt karöltve, hiszen az ott bent lévő dolgozók hozták létre. Még mielőtt tovább megyünk, ez azt jelenti, tudjátok, beszélgettünk arról, hogy ma már szinte nincs olyan kórház, amelynek nincs saját, ismétlem, nem tudom, igen, már többször elmondtuk videóba, tehát nincs olyan kórház, amelynek szinte ma már nincs saját kórházon belül működő alapítványa. Tudtak követni? És a kórházakon belül kórházi alapítványokat hoztak létre, amelyek azon belül működnek. A sallang szövegük megvan általában a honlapjukon, hogy a betegek jobb ellátásáért. Na most ez önmagába foglal mindent, a pénzt az el lehet tüntetni. Ez azt jelenti. De kanyarodjunk vissza arra, amit ugye nekünk megmondtak szombaton is, hogy mi a mentő alapítványnak fogjuk fizetni a támogatásunkat, nem pedig egy a daganatos gyermekekért alapítványért. Na most nekünk semmi közünk az országos mentőszolgálathoz, sem az országos mentőszolgálat alapítványhoz. Egy kicsikét kezdjünk el gondolkodni, elnézést kérek, kérem tisztelettel a magyar népet. Országos mentőszolgálat alapítvány, az ő szövegük is egy nagyon szépen burkolt, sallang szöveg, ami azt jelenti, hogy a betegek jobb minőségű ellátásáért, valamint egyébként meg mindenképpen azért, valamint az ott bent dolgozó, tehát az országos mentőszolgálatban dolgozó, tevékenykedő emberek jobb munkakörülményeinek biztosítása, a cél és megbecsülése. Például példát is tud írni az országos mentőszolgálat alapítvány, figyeljetek, és most fogtok szívrohamot kapni, elnézést kérek. Például kötszer, vagy akár defibrillátor, vagy valamilyen életmentő eszköz, vagy mondjuk akár egy oxigénpalack, bármi egyéb. Vagy géppark bővítés, fejlesztés, korszerűsítés. Figyeltek? Állami intézményről beszélünk. De van egy országot lefedő, nem mintha NIL alapítvány nem lenne országos. Na, azért ezt tegyük tisztába. Nincs megkötve nekünk az, hogy mi csak somogyban működik, nem. Az egész országban működünk. Tehát ez azt jelenti, visszakanyarodva, országos mentőszolgálat alapítvány, azt hiszem 250, 260, 270, nem tudom egy konkrét számot, tehát körülbelül 250 mentőállomás van ma Magyarországon. Általuk, az ott dolgozók által létrejött országos mentőszolgálat alapítvány, amely az ő munkájukat segíti elő. Viszont nekik, nekik tessék azt mondani, elnézést kérek, hogy menjetek az államhoz eleve állami működtetésű az országos mentőszolgálat. Értitek? Mint például a rendőrség. Ő, na ez, ez na megint, most már a rendőrségről is lehetne beszélni. Alapítványok vannak, már, minden, már, mindent kitaláltak, basszus. És ez az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 2003-2004 évében hozták létre, és általában azokról az alapítványokról mondható el a több száz milliós vagy milliárdos forgalom, amelyeket körülbelül 15 kötőjel 20 évvel ezelőtt hoztak létre. Akkoriban még nem volt internet minden háztartásban. Nem a telefonokról beszélek, hanem például asztali számítógépekről. Csak elvétve voltak otthon internetek. Vagy akkor is nagyon lassúak, stb. mint hogy a számítógépek is. Nyilván modernizáció. Most már maga egy telefon sokkal okosabb, fejlettebb, százmilliószor Gyorsabb, mint például egy 20 évvel ezelőtti számítógép. Szóval én arról beszélek, hogy azok az alapítványok, amelyeket 20 évvel ezelőtt hoztak létre, maga a technológiával együtt fejlődött. Mint például a híradástechnika, és akkor a közösségi médiák megjelentek, ugye internet, telefon, stb., és így szerte ágazóak tudtak lenni, és ez most bent van a köztudatban. Ezért nehéz egy meglévő friss alapítványnak ma Magyarországon, mert nehéz az emberek köztudatába beletenni azt, hiszen már a meglévők megvannak, azokat ismerik, nagyon sok hibát elkövettek, ezért mind rengeteg szemrehányást kapunk a nagy alapítványok mocska miatt, amiről mi nem tehetünk semmit, és azt is fontos kiemelnem, rengeteg olyan kis alapítvány megszűnik, például Pécs környékén is volt, akik hurcolázták az onkológiai osztályra a beteg kisgyerekeket, Saját autóval, egyszerűen megszűntek, mert nem volt elég büdzsé, nem volt pénz már üzemanyagra. Ezek megszűntek. Az olyan alapítványok szűnnek meg, akik a saját vagyonukat is beleinvestálják, és csődbe mennek, mert nincs elég támogatói forrás. De az olyanok, mint például állami szféra, állami rendszer, országos mentőszolgált, annak van alapítványa, és például a tavalyi évük is, körülbelül 350-400 milliót csak az adó 1%-ából generáltak. Nem beszélünk a csekkekről, különböző utalásos formákról, különböző adománygyűjtésekről. Csak az adó 1%-ából több, több, százmilliós forgalmuk van. És azt most mindenki tegye el magáévá, hogy valóban kötszere költik azt a pénzt. Hiszen állami intézményről beszélünk, az állam feladata lenne mindezt fenntartani. És nehogy azt higgyétek, mert ezt is utálom, sokan úgy fikázzák az államot, pedig az állam két kézzel szórja a pénzt, nem csak a zsebükbe. Az országszerte működő kis és nagy vállalkozásokon keresztül mindenkinek odaadja a pénzt az állam, odaadja meglévő családoknak a pénzt az állam, mindenre szétszórja. Igen, mindenre. Tehát rengeteg támogatást szétoszt az állam. És nehogy azt higgyétek, azt akarom ezzel mondani, hogy maga az országos mentőszolgálatban nem investálja be a pénzt. Dehogy nem, kőkeményen beleinvestálja a pénzt, ahogy a kórházakba is. Még többet lehetne, persze, viszont rengeteget elszippantanak különböző vezetők. Akik ott vannak a kondérba, azok nyilván előbb kimerik a húst. A híg, a lé, az megmarad a pornépnek. Elnézést kérek. Nagyon meleg van az autóba. Egy pillanat, meg is jött hajnalka, bocsánat hajnak a megérkezett a fogorvostól, annyira elbeszéltem az időt, már negyed óra előbb beszélgetek. Szóval, gyorsan elmondom a lényeget, és akkor utána te is jöhetsz. Tehát azt akarom mondani, mindenki tegyen magáévának ezt a videót, gondolkozzatok el azon. Nehogy azt higgyétek, hogy azért, mert nagyon szar Magyarország, hogy attól függetlenül az állam nem inveszál pénzt a mentőszolgálatba. Dehogy nem. Rengeteg pénzt beleinveszál. Elnézést kérek. Ti most tényleg azt hiszitek, hogy az Orbán Viktor és hasonlók és társai nem tesznek abba bele pénzt, hogyha történik egy baleset, nincs kötszer a mentőautóba. Ti most ezt tényleg elhiszitek, hogy ezért létre kellett hozni egy kurva alapítványt, aki azt elhitette az emberekbe 20 éven keresztül, hogy így most majd lesz kötszer, meg majd lesz új autó a mentőknek. Elnézést kérek, az állam eleve fordít erre. A rendőrséget is ide sorolhatnánk, de ezt most adjuk. Értitek, mit akarok mondani? Ez szépen mindenki bekajálta tényleg csak az Országos Mentőszolgálat Alapítványra vagyunk rászorulva, hogy legyen kötszer meg defibrillátor az autóba? Ott van a gyönyörű szép sallan, korszerűsítés. Mindig a lehető legújabb készülék legyen a mentősök kezébe. Szerintetek az állam ezen nem, nem foglalkozik? Szerintetek az állam nem törődik azzal, hogy tényleg így legyen? És ő nem teszi bele a pénzt? Ti most tényleg azt hiszitek? Vagy az emberek többsége azt hiszi, hogy csak az adófizetőknek az adó 1%-os felajánlásából, vagy valamilyen adomány befizetéséből van a mentőnek üzemanyaga? Vagy kötszer a kocsiba? Vagy defibrillátor? Értitek, mit akarok mondani? Mindenki tegye magáévának, jó? Tehát nekünk a senki nem mondja, takarodj az államhoz. Az államtól kérjek segítséget. Én, mint magánszemély vagyok ott. Nem a mentőnek a nem tudom én milyen igazgatójaként hoztam létre az alapítványt, elnézést kérek. Ott is meg lehet nézni, hogy kik csücsülnek benn az, az országos mentőszolgálat szolgálat alapítványában, kik tevékenykednek, jó? Meg maguk a dolgozók hozták létre. Mit maga a kórházban dolgozók, ugye hajnak a létrehoznak kórházon belül működő alapítványt? És csak egy szöveg van jobb ellátás, jobb minőségű ellátás érdekében. A szlóf, azt lófasz nem tudtok ebből elnézést kérek, hogy konkrétan mi hova kerül. Éves beszámoló? Mindenki úgy csinálja meg az éves beszámolóját, ahogy akarja. Elnézést kérek. És még egyszer azt mondom, mi a kis alapítványok, akik kőkeményen dolgozunk, le vagyunk nézve. Mi vagyunk semmibe véve. Ez guztustalan és undorító, és ebből aznap rohadtul elegem volt. Nem véletlenül szóltam már rá, a kedves uraságra, hogy húzza francba. Egyszerűen olyan érzések kavarodtak bennem, hogy már nem tudtam, hogy ezt hogyan kezeljem. És megmondtam neki, húzza francba. Az, hogy ez mennyire volt jogos vagy nem jogos részemről, én most erre azt mondom, nem azért, mert én vagyok a százoltán. Azt se tudják az emberek, hogy ki az a százoltán. De én úgy érzem, hogy ez jogos volt. Az, hogy valaki folyamatosan beláll a pofádba, lenéz, megvet, elhord mindenféle gusztustalannak, több tíz ember előtt, úgy gondolom, megengedhettem azt magamnak, hogy erre azt mondjam, hogy húzza francba, takarodj innen, szeretném végezni a munkámat. Szóval az a szombati napunk, az az adománygyűjtési akciónk nagyon nehéz volt. Általában el szoktunk fáradni testileg, ugye ott állsz egész nap. De agyilag, lelkileg tisztára lezsibbasztanak a különböző emberek, főleg amikor előfordulnak ilyen incidensek is. Ezzel a videóval azt szerettem volna közölni nektek, hogy tessetek szépen tájékozódni. És mielőtt megbántjuk a másikat, egy picit gondolkodjunk el, vagy számoljunk el tízig. Főleg úgy, hogy nem is ismerjük a szemben lévő embert. Nem tudják rólunk konkrétan, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk. Ezért nem is kéne minket megvetni. Csak azért, mert te nem tudod, hogy ki ő. Csak azért, mert azt gondolod, hogy ő alapítvány, akkor ő rossz lehet. Holott mi jó szívvel, őszintén csináljuk ezt az egészet. Úgyhogy jó lenne, hogyha az emberek azt pedig elfelejtenék, hogy Nila a daganatos gyermekekért alapítványnak azt mondják, hogy húzza az államhoz. Miközben belemondja a pofánkba, hogy én inkább a mentőket támogatom. Félre vannak vezetve az emberek támogatod a mentő alapítványokat, és azt hiszed, ha történik egy baleset, vagy otthon, esetleg vége ne adj Isten, rákos vagy, szerinted úgy megy ki a mentő szirénázva, öt perc előbb érjen oda, mert hogy húha, ő a jóskapista, aki tíz éve befizeti nekem a csekket. Kurvára fog szarni rád. Elnézést kérek. Nehogy azt higgyétek, hogy ez vezetve van. És akkor te majd jobban meg leszel becsülve. Tényleg mindenki azt hiszi, hogy az Országos Mentőszolgált Alapítványnak köszönhető az, hogy a mentők léteznek. És ha ez nem volt elég, a videó lezárása képpen habba tortán, hajnalka ez is durva, nem elég, hogy van az országos mentőszolgálatot lefedő alapítvány, külön a városoknak, külön a mentőállomásoknak, külön alapítványuk van. Soroljam, például Barcsi mentő alapítvány, Szegedi mentő alapítvány, Kaposvári mentő alapítvány, Dombovári mentő alapítvány, és hasonlók. Azt a rohadt életbe! Tudom, azt mondtam, na, Zoli, fog vissza magad! Értitek, miről van szó, basszus? Te jó ég! A pofátlanság pofátlansága! Na, erről ennyit. És nekem mondják, húzzak az államhoz. Én húzzak az államhoz. Amikor én magánszemélyként hoztam létre, hoztuk létre, hárman, sőt, Nila hozta létre. Nem dolgozok bent állami szférában. Keveslem a laovét, pedig megkapok mindent. És mégis van pofám. Úgyhogy állami fizetésem van. Állami. Fizetésen felüli alapítványt létrehozni. Na itt fejezzük is be. Szerintem az üzenetem átment mindazoknak, akik megértenek bennünket. És talán most még jobban elgondolkodtok ezen a témán. Úgyhogy nekünk ne ezek az emberek hagyjanak békén ezekkel a szavakkal, hogy takarodj az államhoz. Na, én is tudok újjal mutogatni, kinek kéne mondogatni ezt. Meg igazándiból nem is értem, hogy miért jön létre. Ez is érdekes és csórok is alapítványok, akik látástól vakulásig dolgoznak, úgyhogy nem kapják meg abból a szférából a fizetést, majd alapítványon belül is a fizetést, két fizetést visz haza. Nem, nem visz haza két fizetést, mert egy fizetése sincs belül, amit alapítvány működtet, és azok a csórok is alapítványok meg megszűnnek, akik szívvel, lélekkel segítenének. Mert ilyen a kis magyar társadalmunk, nem látják a fától az erdőt, mert meg vannak vezetve. Húsz éve tolják a reklámokat, egyik színésszel, a másik színésszel beleteszik az agyadba. És akkor azt hiszed, hogy ez tényleg úgy van, mert nem tájékozódsz. Hát nagyon jó lenne odafigyelni sokkal alaposabban ezekre a dolgokra. Jó, ez lett volna az én üzenetem. Na, köszönöm szépen. Hajnalka is szeretne beszélgetni, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen hírekkel szolgál a fogorvostól. Úgyhogy, na, mondtam én, hogy egy komoly jellegű videó ismét. Nem tudom mindebbe belecsempészni a kis humoromat. Egyszerűen eldobom az agyamat, hogy mik történnek itt nálunk, ebben a gyönyörű szép kis országban. Na igen. Ilyenek vagyunk mi vérig magyarok. Lenézzük a másikat, egymásra fújjalunk, az azt, azt se tudjuk kiáll velünk szembe, vagy hogy miért állott. Egyáltalán megérdemli-e azt, hogy leköpjen vagy sem, de be is fejezem, elnézést kérek, jöjjön akkor, legyen szíves hajnalka. Én elköszöntem, sziasztok, legyen szép napotok! Sziasztok, kijöttem a fogorvostól. Igazándiból nem túl jó híreket kaptam, sajnos még mindig fennáll a gyulladás, sajnos nem úgy gyógyulnak a hegek, a kihúzott fogaknak a helyei, ahogy az tőlük elvárható, ez miatt a nagy gyulladás miatt. Úgyhogy két hét múlva kell visszajönnöm, és akkor fogják levenni a felső fogsorról a mintát, a nyomatot, onnétól fog számolni, megint egy-két hét mire el is fog készülni. Csak ennyit szerettem volna nektek mondani, sziasztok!